A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Elindult egy új tanév, és a mai beszélgetésben a tanuláshoz nyújtunk segítséget a gyerekeknek. Vendégem a stúdióban Kis Pál Orsolya. Kell egy kis súgot használnom hozzá, hogy felolvassam, mi minden is vagy. Tehát pedagógus, mozgásfejlesztő, alternatív képességfejlesztő tanácsadó, tanulási coaching oktató és kineziológus. És még van egyébként más végzettség is, szerintem csak azt még így nem sikerült kiírnom. Sokféle végzettség van így neked, amivel aztán tényleg a gyerekeket tudod segíteni. Köszöntelek itt a stúdióban. Most köszöntök mindenkit, örülök a meghívásnak. Van egy weboldalad, amiből azért nagyjából tudtam készülni, ez a hintakinez.hu. Benne van ugye a szóban is, hogy hinta. Ugye én tudom, már régóta foglalkozol ezzel. A hinta ez a hatékony, intenzív tanulási módszerek, vagy tanulás. De hogy, és az oldaladon is ott van egyébként ez a hinta, hogy miért is fontos a hinta, mondjuk a mozgás, ugye a gyerekek a kisebbek életében. Legelőször erre kérdeznék rá, hogy mi is ez a hinta. Hát igen, a hinta hatékony intenzív tanulás, és ezt annak idején 2016-ban ötlöttem ki. És itt azért fontos ez, mert most már 35 éve foglalkozom gyerekekkel tanítóként, illetve 2015 óta pedig magán úton. És nagyon fontosnak tartom ezt a két szót, a hatékonyat és az intenzívet, mert hát a gyerekeknél ez nem így működik, sajnos. És ugye maga az eszköz is, ugye az is egy fontos, ugye maga a mozgás nagy szerepet tölt be abba, hogy aztán tényleg így jól tudjunk tanulni. Igen, annak idején, mikor kislány voltam, akkor a hinta volt a kedvencem, és mindig nagyon-nagyon szerettem ezt a fent-lent mozgást, és rájöttem így a sok év tapasztalatával, hogy ez a fent-lent, ez az életünkre is igaz, és a tanulásra is igaz. És fontos az, hogy egy nagy lendülettel, ezzel a kíváncsiság lendületével tudjunk tovább menni. És hát a teljesítménykényszer, az oktatási rendszer, a megfelelési kényszer, mindenféle azért eléggé rányomja bélyegét a tanulásunkra. És hát anyukaként is, két felnőtt fiú anyukájaként is, tanítóként is, és hát saját tapasztalatból is voltak ilyen élményeim, hogy fontosnak tartom ezt, hogy a stresszet oldjuk a tanuláson. Mi mindenben tud segíteni az a módszer vagy módszerek, amiket te tanítasz vagy oktatsz a gyerekeknek? Először hinta volt a neve az oldalamnak, és aztán hinta kinez lett belőle, mert hogy az eszköz az a kineziológia. A kineziológia pedig egy stresszoldó módszer. Igazából mindenféle orvosi beavatkozást tehát nem helyettesíti, hanem ezeket a stresszeket oldja. És hogyan? Tehát, hogy milyen módszerek azok, amik a kineziológiában segítenek oldani a stresszt? Tehát elmegy egy gyermek hozzád egy órás találkozóra, akkor mi az, amit tapasztalhat? Igazából ez a mozgástudománya, tehát a kinezió mozgást jelent, a lógia a tudományt, és mindenféle mozgásos mintával dolgozzuk fel ezeket a blokkokat, illetve a kineziológia az igazából egy olyan, azért a mozgásról szól, mert egy mozgással jelez vissza nekünk a test, egy izomteszttel, ami megmutatja, hogy hol vannak ezek a blokkok. Hol bújt meg, milyen idegrendszeri területen egy olyan blokk, egy olyan régi rossz élmény, akár érzelmi dolog, amit, hogyha feloldunk, akkor sokkal könnyebb lesz akár a tanulás, vagy a tanuláshoz való hozzáállás, könnyed gondolkodás. A stressz hatására lekapcsol a két agyfélteke, rosszabb esetben mind a két agyfélteke, de ha az egyik már az egy nagyon nehéz dolgot
tehát nehéz dolog lesz a vége. Igazából mindegyik agyfélteknek más a feladata. És ezért, hogyha az egyik lekapcsol, akkor azokat a feladatokat ugye nem tudjuk megoldani, amik ezekkel kapcsolatosak. És ez már mondjuk a kineziológiaban, tehát hogyha elmennek hozzád egy ilyen találkozóra a fiatalok vagy a gyerekek, akkor te ezt meg tudod mondani, hogy az agyféltekékkel mi a helyzet? Igen, igazából én nagyon szeretem megtanítani anyukáknak, szülőknek, gyerekeknek is ezeket a dolgokat, hogy mi az, ami nekik segít. A két agyféltekkel feladatai például játékos módszerekkel elsajátíthatók. Tehát, hogyha én például elmesélem nekik azt, hogy az egyik agyfélteke és a másik agyfélteke is egy-egy pilóta, hogyha te elképzeled azt, hogy egy kis repülőgép vagy, akkor ez a két pilóta vezet téged. És hogyha ők összevesznek, vagy duzzognak egymással, akkor nem száll fel a kis repülőgép, és nem fog eljutni oda időre, ahova kell. Mert az egyik agyfélteke az ismeri az időt, a másik viszont nem. Ezeket az agyféltekéket gondolom össze lehet hangolni, meg lehet őket fejleszteni, de hogy milyen módon? Igazából a mozgás segítségével mindenféle behangolást tudunk végezni. Különböző speciális mozdulat sorok vannak erre. Sőt, én szoktam javasolni azt, hogy minden reggel kapcsoljuk be magunkat, energetizáljuk magunkat, például a vízivás, egy ilyen nagyon jó módszer, ez energiát ad nekünk. Ezen kívül fontos a tiszta gondolkodás, ezekre nagyon jók az agygombok, és hogyha olyan akupresszúrás pontokat masszírozunk, amelyek az agyunkra hatnak, akkor ezekkel bekapcsolhatjuk az agyféltekéinket. Illetve, hogy aktívak is legyünk, fontos az, hogy például keresztező mozgásokat végezzünk, mert hogy az agyféltekék keresztbe irányítják a két oldalunkat. Úgyhogy, ha a jobb kezünket emeljük, a bal agyféltekénk lesz aktív, ha a bal kezünket, akkor pedig a jobb. Például a járás, a futás, ez mind ilyen mozgás. Mi mindenben, vagy mi minden tud fejleszteni egyébként ezt, hogyha az agyféltekéket fejlesztjük, az agyféltekéket összehangoljuk, akkor mi mindenre vagyunk képesek, mi minden javulhat azáltal, hogy jobban tudjuk kezelni az agyféltekéket? Ugye ez a tisztán gondolkodás, azok a dolgok mind-mind elérhetővé válnak, amik a tanuláshoz szükségesek, tehát a figyelem, a jó szervezettség. Erre vannak különböző dimenziók, amiket aktivizálunk, és ezek nagyon fontosak ahhoz, hogy a tanulást hatékonyan tudjuk aztán megtenni. Itt, hogy olvastam az oldaladat, ott az is ott van, hogy a memóriát is lehet fejleszteni, és így az emlékező képességet, azt milyen módszerekkel, vagy hogyan lehet? Különböző technikák vannak erre is, de én mindig úgy kezdem, hogy ha megértenek valamit a gyerekek és a felnőttek is, akkor sokkal jobban el tudják sajátítani. És a memóriaházát szoktuk mindig előtte felfedezni, és ott is ugye a rövidtávú memória, a munkamemória, a hosszútávú memória működését szoktuk megbeszélni, és ezáltal rajzokat készítünk, mozgásos feladatokat végzünk, mindenféle memorizáló gyakorlatokat végzünk, és ezt is mozgással, például keresztező mozgásokkal mondjuk a verset, a szorzótáblát, tehát hogy azáltal, hogy a mozgás segít nekünk a két agyféltekét beindítani, könnyebb a memória hozzáférése is, hiszen az a képi agyféltekével nagyon nagy összhangban van. Olvastam ilyet is, hogy Brain Gym, ez mit rejt magában ez a kész? Igen, a Brain Gym az agytorna, a pedagógiai kineziológiának egy alaptanfolyama, és ennek az oktatója lettem, és nagyon szeretem, mert ezzel az eszközzel olyan egyszerű, hétköznapi helyen, eszköz nélkül, bárhol elvégezhető gyakorlatok tárháza nyílik meg, amit pedagógusok, szülők, gyerekek saját maguk használhatják a tanuláshoz. 26 mozgásos gyakorlatot tartalmaz, és ezt a kétszer-két napos tanfolyamon megtanítom. Ez inkább felnőtteknek szóló tanfolyam,
és ha valakinek természetgyógyász vizsgája van, illetve egészségügyi vizsgája, akkor ha a Brain Gym-et megtanulja, ezt az alaptanfolyamot elvégzi, akkor utána kineziológiai szakvizsgát is tehet, hogyha ilyen céljai vannak. Olvastam olyat is, hogy van Brain módszer, ez mit rejt magában? Igen, ez egy másik kineziológiai ág. Itt nagyon fontos, hogy korban is meg tudjuk nézni, hogy esetleg az elakadások, a blokkok azok hol keletkeztek, és ezeket a blokkokat oldva nagyon szépen lehet érzelmileg is fejlődni. Olvastam egyet is, hogy agyformálás és lép, ugye ez egy ilyen mozaik szó, ami ugye angol, igen, ez angol az agyformatálást jelenti. Különböző akupresszúrás protokollokkal tudunk speciális agyi területeket elérni, és ezáltal javul a tanulás. És akkor ugye olyat is olvasom, hogy tanulási coaching, tehát ugye tanulási coaching is vagy. Ezek, tehát a kineziológia nyilván így, ahogy mondod, mindennek az alapja, de hogy ha oda mennek a gyerekek egy-egy ilyen tanfolyamra, vagy nem tudom minek, hogy ezt kezelés, nem tudom minek mondjuk, mindegy, felkészítés, oktatás, akkor utána következik az, hogy ők tényleg megtanulnak tanulni, tehát hogy lesz rá képességük, hogy hogyan tudnak hatékonyan elsajátítani egy tananyagot? Igen, hát az a probléma, hogy a gyerekek nagyon sok időt töltenek tanulással, és most lehet, hogy sok szülő azt mondja, hogy hát de, hogy inkább nem is igaz ez, de nagyon gyorsan meg lehet tanulni mindent ezekkel az eszközökkel, amiket én mutatok, mert nem az a lényeg, hogy sok ideig tanuljon valaki, hanem pontosan az, hogy a fejébe menjen, és a memóriájába, hosszú távú memóriájába menjen. A tanulási coaching arról szól, hogy milyen rövid idő alatt meg lehet tanulni valamit, milyen módszerekkel lehet ezt elérni, milyen memorizáló technikákkal, is tudom mondani, tehát nagyon nehéz ennek a szónak is a kiejtése, de nem az a lényeg, hogy el lehessen ezt mondani, hanem hogy gyakorolni lehessen. Tehát például van egy ilyen technika, sok helyen lehet olvasni egyébként, hogy 10 szót hogyan tudunk megjegyezni, rövid távú memóriánkat például hogyan tudjuk használni, nem tudom, te tudod-e, hogy 10 szóból mennyit tudnál visszamondani? Kettőt. Hát, én nem sokat, nekem a rövid távú, mert olyan még jobb, mint a hosszú távú, de így sem elegendően. Átlagban 7 plusz mínusz 1 az információ, amit a rövid távú memóriánk meg tud jegyezni, de ha bekapcsoljuk a képi agyféltekénket, akkor mind a 10-et vissza tudjuk mondani, és ennek a gyerekek mindig nagyon örülnek, hogy ez egy ilyen nagyon jó, vicces gyakorlat, amit különböző versikékkel, mozgással, mindenféle kampóknak nevezett érdekes dolgokkal tudunk létrehozni. Úgyhogy sorrendben 10 szót ugyanúgy el tudják mondani. Úgyhogy. Ezek a segítségek, amiket te adsz a gyerekeknek, ezek abban is mondjuk jók lehetnek, hogy a nyelvet tanulja, elsajátítsa egy kisgyerek, akinek mondjuk kicsit nehezebben megy az angol, a német vagy a bármifajta nyelv. Igen, igen, a szótanulásban is nagyon jó technikák vannak. Ott is nagyon fontos az, hogy a megfelelő időt az ismétlésre rászánjuk, és itt nem az a lényeg, hogy egyfolytában órákig mondjuk például a szavakat, hanem nagyon fontos szabály az, hogy 24 órán belül például 3-szor legalább foglalkozzunk az anyaggal. Ez lehet nyelvtanulás, lehet történelemlecke, bármi. És természetesen az agyunk egy, hogyha elképzelünk egy tölcsért az agyunkba, ahogyan beleöntjük azt a rengeteg információt, azt ha szépen lassan lecsurog, akkor nagyon sok mindent bele tudunk tölteni. De ha egyszerre akarjuk leönteni, akkor azért az eléggé lehetetlennek tűnik. Igen, most egyébként szerintem azért is fontos, hogy elsajátítsuk azt, hogy hogyan, vagy a gyerekek elsajátítsák azt, hogy hogyan tudnak hatékonyan tanulni, hogy igazából elég nagy a nyomás az iskolában, tehát hogy nekem is a gyerekeim van, hogy egy nap 4 dolgozatot írnak. Most 4 dolgozatra felkészülni, úgyhogy tényleg tudják, hogy honnan kell előszedniük a tudást, az azért egy kicsit nehéz, de akkor ebben is talán segítséget nyújthat, ugye ez a sok minden, amiben te tudsz segíteni.
Igazából ugye az a fontos, hogy ott abban a pillanatban teljesíteni tudjunk, és ezen van a legnagyobb stressz. És szoktam kérdezni a gyerekeket, hogy hány osztályzat van, és ugye mondják, hogy hát 5. És a valódi ebből az, hogy 2, mert ugye 1-es és az 5-ös az az, ami a két széle. Ugye az 1-es az elégtelen. Akkor ott pont még ez nem érett meg arra, hogy jó legyen. Az 5-ös, ami ugye a legjobb, illetve hát a csillagos 5-ös, ami aztán tényleg maximális, de én azt szoktam mondani, hogy a 2-es, 3-as, 4-es és 5-ös, csak nem akkor és nem ott. Lehet, hogy egy hét múlva, lehet, hogy egy hónap múlva, de lehet, hogy már másnap. És ez szerintem nagyon fontos, hogy ott akkor toppon tudjunk lenni, tehát hogyha negatív stressz oldásával tudunk ott lenni, tehát igazából stresszmentesen nem lehet. Ilyen nincs, hogy stresszmentes. Igazából a negatív stresszet kell inkább oldani, és pozitív hozzáállással tanulni, és ehhez a pozitív hozzáálláshoz is vannak például nagyon érdekes gyakorlatok. És ezt is energiakiegyenlítő gyakorlatokkal tudjuk segíteni. Ez jó egyébként, hogy tényleg így mondott, hogy a stressz az, ami tényleg a legnagyobb gátat okozza. Én azért tapasztalom tényleg a gyerekeimnek, hogy nem csak az a stressz van bennük, hogy oda kerülnek, amikor meg kell írni egy dolgozatot, hogy felállni kell, hanem nekik már az is stresszt okoz, hogy neki kell állniuk tanulni, és felkészülni 4 dolgozatra egy adott napra. Tehát, hogy már attól a feladattól megijednek, hogy képesek lesznek-e arra, hogy elsajátítsák a tényleg nem olyan kicsi tananyagmennyiséget. Hát igen, ez sajnos probléma, hogy a tananyag az igen nagy, és ebből meg kell szűrni a legnagyobb biztonsággal azt, amiből aztán eszünkbe jut az összes többi is. Ezért használunk például olyan módszereket, mint például az elmetérkép, ahol olyan szavakat, olyan évszámokat, olyan neveket, tulajdonneveket írunk föl, ami kulcs szavak. Tehát nem az egészet magoljuk be, mert ez azért csak a logikai agyféltekénknek a tudása, de ha a képi agyféltekét is bekapcsoljuk, és mindenféle színekkel, érzelmekkel, akár vizualizációval segítjük a logikus agyféltekét, akkor eszünkbe fog jutni, mert az emlékek is a képi agyféltekével kapcsolódnak. Ugye szó van itt agyféltekékről, meg én már itt kérdeztem a memóriát, meg az emlékezetet, de egy fontos kérdés az, hogy ha valakinek nincs nagyon érzéke, mondjuk a matematikához, a logikus gondolkodáshoz, mondjuk ilyen vagyok én is, akkor ezt lehet-e az agyféltekék fejlesztésével olyan szintre hozni, hogy hát nem lesz az ember matematikus, de hogy ezért tényleg ügyesen elboldogul a matematika világában? Igen, természetesen. Mindenkinek nagyon fontos az önismeret. Már nagyon kicsi korban. Szerintem 3-4 éves korban mi már látjuk a gyerekeken, hogy milyen típusú, milyen habitusú a gyerek, és mi az, ami neki nagyon megy, és nagyon szeret. Ugye mindenki abból a legjobb, amit szeret csinálni. És ez nagyon fontos, hogy ezt észrevegyük, és azokat a tevékenységeket támogassuk, amiben ő jó és amit szeret csinálni. És amit örömmel végez, és ilyen a tanulás is, mert a tanulás öröm, akármilyen fura is, csak elég gyorsan elvesztik a gyerekek ezt az örömérzést. Mert az, amit az iskolában végeznek, az már valahol nem is az az igazi tanulás, ami régen volt, amikor járni tanultak, biciklizni tanultak, vagy beszélni tanultak. Szerintem egyikünk sem fogadott a gyerekei mellé járástanárt, és mégis megtanultak járni. Tehát a motiváció az nagyon fontos. És pontosan ez a lényege egy matematikai tanulásnak is, hogyha én azt nem szeretem, tudom, hogy az nekem a gyengém, akkor azt egy picit erősítem, viszont abban, amiben jó vagyok, azt támogatva jobban tudok vele haladni. Hány éves kortól javaslod egyébként? Hány éves korig bezárólag azt, hogy elmenjen hozzád szakemberhez és tanácsot kérjen? Én azt szoktam mondani, hogy író-olvasó gyerekek azok, akik már aktívan ebbe részt tudnak venni.
Régebben foglalkoztam iskola előkészítéssel is, első osztályos gyerekekkel, illetve akik ide készültek. Most már inkább nagyobbakkal foglalkozom, tehát akik esetleg első osztályosok, és olvasás, írás tanuláshoz kérik a segítséget. Úgyhogy olyan 6-7 éves kortól. És hát igazából felnőttekkel is, mert azért tanulásnak nincs vége, felnőttek is tanulnak, és ez az agytorna, a brain gym, a kineziológiai oldásuk, ezek mind-mind felnőtteknek is, és gyerekeknek is nagyon nagy hasznukra lehet. Ez a képességfejlesztésről szól igazából, tehát nem kortól függ. Hogyan kell elképzelnünk ezeket a találkozókat? Csoportos foglalkozások vannak-e, vagy inkább egyéni foglalkozásokról beszélünk? Mekkora az időtartama? Mennyi ideig kell? Tehát, hogy az alkalom is érdekelt, hogy hány alkalommal kell járnia mondjuk egy gyereknek, vagy egy felnőttnek, vagy egy fiatal felnőttnek, hogy el tudja sajátítani mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy jól tudjon tanulni, vagy ne legyen stresszes. Hát igen, mi általában olyan 3-4 alkalmat szoktunk mondani oldásra, például egy témára, de természetesen ez személyfüggő. Tehát egy-egy alkalommal is már nagyon sok dolog oldódik. A munkám során egyéni és csoportos foglalkozásokat is szoktam tartani. Az egyéni foglalkozások gyerekeknél általában egy óra, mert a gyerekeknél többet nem nagyon bírnak, mert akármilyen furcsa, ez nagyon fárasztó. Felnőttek is nagyon elfáradnak egyébként, így az egy-másfél óra azért náluk egy kicsit több. A csoportos foglalkozásokon 3-4 fő az, aki szokott lenni, kis csoportos foglalkozások szoktak lenni. Nyári táborok is ilyen kis csoportban zajlanak. Általában az iskolára hangoló tábor szokott lenni augusztus vége felé. Most 5. osztályosoknak tartottam egy ilyen behangoló tábort, iskolára hangoló tábort, illetve szoktam egy ilyen hinta relax tábort június végén tartani. Az is nagyon jól szokott sikerülni, nagyon szeretik, hogy kis csoportban vannak, és általában ilyen 4 maximálisan 5 fő, de általában ez a 4 fő szokott lenni. Ezek egyébként, tehát mondtad, hogy egy ilyen oldással kezdődik, ugye, vagy oldás, ezek egymásra épülnek egyébként, tehát ha mondjuk valaki szeretné tényleg így a hatékony tanulást elsajátítani, akkor azért kell egy megelőző pár alkalom is arra, hogy a stresszt oldjátok? Ez két részből tevődik össze. Igazából a stresszoldás egy balansz, amit elvégzünk a gyerkőcön, illetve a felnőttön. Az izomteszt alapján haladunk, tehát mindent az ő teste fog nekem visszajelezni, hogy ő mit enged ebből feloldani. Tehát előre nehéz megmondani, hogy hány alkalomra van szükség, de bérletet nem szoktam ajánlani, mert ez mindig akkor derül ki, hogy ott mi történik, és a szülőkkel meg szoktam beszélni a végén, amiket otthon is végezni kell. Nem szeretem, hogy házi feladat, inkább megerősítő gyakorlatoknak szoktam nevezni. És aztán ezek, hogyha jól sikerülnek, és tényleg a gyerek elvégzi ezeket a gyakorlatokat, akkor a következő alkalom, mondjuk egy hét múlva, vagy kinek melyik a időpont az, ami megfelel, vagy 2 hét múlva, akkor tovább tudunk menni. És mindenféle balansz elvégzése után, ez lehet írásbalansz, olvasás, látás, halláshoz, íráshoz nagyon nagy segítséget ad. Úgyhogy igazából ez változó, hogy mennyi idő szükséges. Az érzelmi blokkoldásra pedig akár az első alkalommal is nagyon nagy reakció lehet, úgyhogy 2-3 alkalom az biztos, hogy kell. És hát a hintakinesz.hu oldalon egyébként lehet tájékozódni, hogy mi minden elérhető egyébként így a gyerekek és a felnőttek számára. Nagyon szépen köszönöm, hogy a fehérvári beszélgetések vendége voltál, és egy kicsit jobban tájékozódhattunk, hogy hogyan lehet hatékonyan és intenzíven tanulni. Én is nagyon szépen köszönöm, és várom a jelentkezőket.
Kedves nézőink, a Fehérvári Beszélgetések vendége volt Kispál Orsolya, kineziológus, pedagógus, alternatív képességfejlesztő tanácsadó, és még számos végzettsége van, akivel a hatékony intenzív tanulási módszerekről beszélgettünk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.